Látod? Csak nem tudom, szóval nem szabad kinyitni, nem szabad hozzá nyitni. Yeah.
Az eső, akkor rá az erre szól rá. Na, tehát az árnyékban is lehet foglalni, de kérdés, hogy akkor ne lépjünk le a járda szegélyről. És van már jelenkező motoros? Rajtszámmal rendelkeznek, tehát a túra versenyen is, a tegnapi 100 kilométeren is részt vettek, tehát a rajtszámmal rendelkező motorosok, nincs jelenkező, ki kezdi? Jó! Itt van egy kedves hölgy, annak a kis szofos hölgynek emelt fel a keret, nagy tapsot kérek, és a legnagyobb bátor, ő fogja megkezdeni egy szép panóliával, az apuka azért itt, ez a kis szalmakalapos úr, a Vörös Jani bácsi Kanizsáról, elmaradhatatlan autentikus figurája a motoros találkozóknak. Az ő lánya fogja bemutatni a szlalomot. Thank you.
következő. A 39-es rajtszámmal, ezért egy pár szót, mint ahogy mindig szoktuk panulni a karszalaggal, nagyon jó. Tehát én egy picit már mondtam, hogy ki vagy, hogy vagy, mégis egy pár szót a nézőknek. Szerösni ki vagyok, jöttem ezzel a T5-össel, 65-ös évjáratú, és megy. És megy. No, azt tudod, a feladatot tudod, a nyilak föl vannak, tehát balra, jobbra, a végén megköröd, és akkor itt a két csík között mérjük az időt. Mert vita volt az években, hogy áthalad, mikor halad át, átment a kerék, tehát itt kell megállnod, és abban a pillanatban, amikor az első kerék a két vonal között megáll, akkor mérjük az időt. Mehet egy próbát? Rendezős. Most tudtam meg a rendezőségtől, hogy egy kis nehézség is van. Tehát azon a deszkán, amikor visszafelé az egyenesbe jön, azon a deszkán keresztül kell neki jönni. Nyimányi érte városi, opászno. Mondtam már, ha oroszul nem tudok annyira jól, de achtung, menj. Nagyon szépen kérem, hogy az aszfalt csíkig menjünk vissza. És bitte alle Zuschauer, bitte hinter den schwarzen Linien sich aufhalten, wegen Sicherheit. Dankeschön. Spasiba, tavarisi. Thank you very much. Veri a macskát, dehogy veri. Nos. Itt a Szumer Zsolti barátom elmagyarázza még az utolsó indukciókat. Ez még nem időre megy, hanem Niki bemutatja, hogy majd nektek hogy kell csinálni, jól figyelni. Átjött a deszkán, és a két csík között megfogta. Gyönyörű, nagyon nagy tapsot kérünk, tehát ez volt a bemutató. Készülni. Vigyázz! Rajt! Megvan! És az idő? 18 másodperc Nikinek. Köszönjük, jöhet a következő. Pörgessük, gyerekek, jöhet a következő. Ki a következő? Rajtszámod, mert neked volt rajtszámod. 55-ös. Ja, itt van oldalt, igen. Tehát az 55-ös rajtszámú Bucsics Tibor Zalaegerszeg. Évjárat. 55. Motor 59, rajtszám 55. Kész, felkészültél, feladat ismert, elkészülni, vigyázz, rajt! Tessék? Nem tudja a feladatot, tehát föl van rajzolva a nyilak mellett, megfordulsz, és utána vissza a deszkán keresztül kell hosszába jönni. Egyszerűen. Elkészülni, vigyázz, rajt! Hát az bemegy majd a kéknél, és ott vissza egy, de most azt a kocsival. Egy másodperc. Hal. Tetto. 175, egy külön olajzásos rendszer. 1970-es pionázsai. Köszönjük szépen az információt, felkészülni. Elkészülni, vigyázz! Rajt! De van neki, hogy egy papírba.
Na most itt két csepet látjuk, egy piros és egy fekete csepet, Löffi Gyula bácsi és az unokája, nekik volt egy olyan kérésük, hogy a családon belül megmaradt motorkerékpárokkal versenyen kívül egy egyenes mehessenek, nem akarnak szalomozni az idős kora. 21-8! Gratulálunk! Gyere előre! Hát akkor itt látható a nagypapa és az unokája két csepelel, amelyik a családba maradt. Tehát az egyik motorkerékpár az úgy örökölte még a Gyula bácsi. És itt pedig az unokához a következő generáció. Menjetek szépen, ahogy gondoljátok. Nagy tapsot kérünk. Sajnos a harmadik motor nem indult el, mert az úgy volt nagypapa, apa és fiú, tehát sajnos a harmadikot nem tudták elindítani, de itt a parkolóban meg lehet nézni. Hatalmas füst jön a Gyula bácsi. Köszönjük szépen, reméljük, hogy még többször találkozunk, sokszor találkozunk. Nos! Ilyen nincs, hát ez egész eddig gyönyörűen ment ez a motor. Van egy kicsit sokkal. Nos, 50-es rajtszámban, 125-ös TSMC-re. Honnét? A legjobb szegélyben olyan. Átmondta volna. Szép járat az ember. Az ember 50-es és a motor... Motor 33 éves, tehát egy 33-es 125-es TS elkészült, vigyázz, rajt! Gyerekek, majdnem megkerül. Tudom, milyen szép autó van? Az természetesen mindenki a saját felelősségére motorozik. Két csík között. Még jöhetsz előre, van még 30 centi. Emelgeti az elejét rendesen a 127-es. Nos! Hogy ment, mi? Van egy kis gond, mert még a pálya nem ismert, mert nem mutatta meg senki. Tamás barátunk a szervezők részéről. Tehát mennek egy karikát, megmutatja. Na most reméljük, hogy tiszta a pálya. Gyere előbbre még egy... visszatollatás, és ahogy itt hallottam félfülön, hogy van ez az eszkán való átmenni, még egy varázs, tehát még egy, aha, hát így most már lényegesen lassabb lesz a pálya ezzel a két tollatással. És most megállt. Tehát ez lenne a minta, ez lenne az etalon. Köszönjük szépen, hogy bemutattátok, Tamás, köszönjük a segítséget. És akkor megfordultok, és ti lesztek az első. Valakinek mindig el kell kezdeni. Azért nem kéne ott sem nagyon ülni, ha véletlenül pályát téve saját felelősségre ülnek ott, akkor nagyon a forró döntött folyóban. Nem szeretném, hogy előttől, de nem kéne ott. Jó. Elkészülni, vigyázz! Start!
Megkérem itt a szemüveges úriembert, hogy menjen oda föl a járdára legalább. De most kell ott sétálgatni. Király! 26-2! Nos, itt 1917-től nem Vlagyimir Iljics jelentkezik nálunk a nagy októberi szocialista forradalomból, hanem egy Ford 1917-től, hölgyeim és uraim, ez majdnem eltelt 100 év, Janikám Honnét. Elég messziről Oros Hárdáról. Évjáratot mondtam, típus T-Ford Touring. T-Ford Touring, pályát ismered, elkészülni, vigyázz, rajt! Közben lehet kapcsolni az öreg Fordnak. Tehát micsoda erő ezekre a fakerekekre, az ilyen szalomba borzasztó, tehát hihetetlen egyáltalán ez a technika. Ezt úgy, hogy gyönyörűen betolok hátrafelé. Az unokák zukkolnak, hogy hajrá, papa! Bravo! Hihetetlen! Hihetetlen! 42-6, Janikám! Nagyon nagy tarváncsia! Évjárat? 73. És te? 19. Nagyon vigyázz magadra! Elkészülni! Vigyázz! Start! Mondjuk nem arról volt szó, hogy átrendezze a pályát. Tehát Istenem, a fiatalos lendület. Mind a három. Fotós, nagyon vigyázom. És hol a deszka?